Hello, hello, sziasztok, kacka, én Tomi vagyok, üdv mindenkinek a Tiger Knight Empire Warban. Na már most, nem tudom, hányan követitek a Facebookot, meg minden ilyesmi, ugye elég nagy ovációm van most e felé a játék felé. Akik Facebookon vannak, azok tudják nagyon jó, hogy posztogatok itt mindent jobbra-balra róla. Na már most, az első dolog, amit szögezzünk le, hogy azért ilyen szar a kép, mert ez a része a játéknak, amikor így nem tudom, a garázsba vagy nem tudom, minek nevezzük. Hát így most, ahogy így látod a karaktert, ez egy ilyen kis ablak vágott, tehát hogy nem egy teljes képernyős cucc, hanem egy ilyen kis, hát egy ilyen kis cucc, érted, egy ilyen mit tudom én mennyiszer, mit tudom én mennyi. És ezt ugye nem lehet kinagyítani még, nem tudom, hogy ezzel csinálnak-e majd valamit, vagy nem. Tehát az a lényeg, hogy ez a része, meg maga a csata, az ugye teljesen két külön programban fut jóformán, ugye, amikor elkezdődik a csata, akkor ezt az izét bezárja, aztán megnyílik egy új, azt már ki lehet nagyítani, meg minden ilyesmi. Na, szóval, mint láthatjátok, 26-os vagyok, elég sokat kockultam, hogy tudjak nektek ami értelmes videót csinálni erről, hogy mi is ez, meg hogy is van ez, meg minden ilyesmi. Úgyhogy szerintem kezdjünk bele, jó? Tehát az a lényeg, ez egy ilyen multiplayer játék, és azt kell benne csinálni, ugye, hogy vagy te, egy karakterrel, mindenki ugyanolyan, tehát mindenki ilyen japán izét kap, vagy kínait, vagy tök mindegy. És katonákat kell irányítani, ugye. És tulajdonképpen annyi a lényeg, hogy meg kell ölni az ellenséges csapatot, tehát így igazából így assist. Mármint igazából ez így a, megmondom neked mi a neve, a command módba, ugye ez vagy conquest, vagy siege. Ugye van itt, hogy epic war, ez ilyen bizonyos történelmi csatákban tudsz játszani ugye más játékosokkal, és ugye azért is ugyanolyat kapsz, mint a sima izér csatáért, csak ez kicsit ilyen könnyebb. Van ugye duel mód, ahol hát azt nem javaslom senkinek, mert ott olyan emberek játszanak, hogy így keresztbe fosod magad, mire nem tudom, megsebzed. Úgyhogy az úgy nem tudom. Az a time limited battlefield meg egy nagyon durván felboostolt dolog. Itt ugye 25 szintől lehet bemenni, és ugye sokkal több mindent kapsz a csatákért, tehát és ez ugye ilyen időlimites, tehát csak bizonyos időközönként tudsz belemenni. Ugye van külön tréningje, ugye mindenfélét lehet tanulni. Van ugye ilyen egyéni játék, ugye mit tudom én, most akarsz egy XY Siege-et, akkor ezt benyomod, és akkor tudod csatlakozni. Meg van ugye tutoriál, ez ugye senkit nem érdekel. Na, arról van szó, hogy itt van ez a kezdő felület, ugye van itt home, meg ez egy angola játék egyébként, vagy esetleg kínai, akinek az jobban tetszik. Maradjunk ennyibe. Várj egy picit. Elbaszott hangos volt a zene. Szóval, itt láttatok egy karaktert, ez ők én, akármilyen hihetetlen. Ugye ez a kis vödörfejű csávó. Na már most, ugye elég sok minden van, ezért nem tudom hirtelen horugorjak neki, úgyhogy haladjunk szerintem is szépen sorba. Ugye a storage az a raktárad, vagy nem tudom, a táskád, érted, amiben tudod nagyban nyomni. Itt van mindenféle dolog, most nem kezdek el mindent magyarázni, hogy mi ez. Az a lényeg itt, hogy láthatok ilyen kis cuccokat a karakteren. Ugye itt négy fajta fegyver lehet nálad, illetve négy fajta páncél plusz egy ló. Illetve ugye itt ugyebár itemek, például ugye bandázs, tüzes nyíl, ugye a sima nyílveszőt ugye meggyújtott, mint állat. Vagy mit tudom én, ilyen lósíp, vagy mit tudom én, ilyen nagyon kis dolgok. Ennyi a lényeg az egésznek. Ugye négy fajta, hogy hívják ott, lehet összesen négy fajta karakteret. Most ugye nekem például úgy néz ki, hogy ez GS Ruci, a másik pedig ugye a nehéz gyalogság, tehát ez így érted. A lovat is úgy fel lehet szerelni, most hogyha mit tudom én felrakom ezt a lóra, akkor ez ilyen gyászos kis kantár, meg izé, de sokkal jobban néz ki, hogy már páncélt kap, meg minden ilyesmi. Úgyhogy ez sokkal jobb. A dekoráció meg ugye Black Flag például, arról mindjárt fogunk majd beszélni, ugye például lehet zászlót tenni a lóra. Rohadt menőn néz ki. Na ennyit tehát ide jön minden cucc, jó? Tehát a fegyver, a páncél, a ló, a egyebek. Oké? Okay. Az adjutant az olyan, mint egy hadvezér, érted? Tehát így vannak a katonáid, meg van egy ilyened. Na már most ezeket ugye pénzért, illetve presztízsért tudod megvenni, vagy esetleg ugye DLC-ért, de hát annak ide van arra pénze. Mit kell tudni ezekről, ugye, mivel hogy még nincs teljesen kész a játék, van egy olyan tulajdonságok, hogy lehet nekik húzni lojalitást. Na már most ez nem csinál jelen pillanatban semmit, hogyha felhúzod a lojalitást, mert több mint valószínű, hogy azután majd fog. Hogyha majd valamit kitalálnak rá, hogy mire is jó a lojalitás maga. De ugye minél magasabb egy hadvezérnek a lojalitás, elvileg annál jobb. Na már most itt rengeteg fajta van, ugye mindegyik más tud. Mit tudom, ez egyik gyalogságot vezeti. Például, hogyha ezt megnéztek, ez ugye, mondom, ismerős lehet, ez a róka
bőrös csávó, ez például ugye a római légióknak rohadt jó, mert ugye közelharcot nagyon jó busztolja. Mit tudom én, nekem van például ez a Hekui, ez is nagyon jó közelharcos csávó, ugye. De hogy mondjak egy másik példát, itt van például Bokai, ez ugye... Bocsai, vagy nem, nem tudom, ez ugye például egy IS, tehát... nem feltétlenül IS, de mondjuk... Han Hao például az tényleg olyan, hogy a félig IS, félig közelharcos, inkább IS. És igazából ugye ennyi. Ugye vannak mindegyiknek skilljei, hogy mit tudom én, a csapatoknak különböző formációkat tudnak adni, meg ilyenek, tehát hogy így nagyjából ennyi. Ja, meg ugye hát történet van róluk, meg ugye statisztikák, de erről majd később. Ugye van a barak, ugye 8 férőhelyes barakot kapsz alapból, ezt ugye lehet bővíteni pénzzel, pénzért, oldért. Esetleg ugye ilyen kártyával, amit kapsz így... mit tudom én így... eventkor, vagy nem tudom. Az egységekről majd fogunk később beszélni, az a lényeg ez itt a barak, ugye itt, hogyha... nincs helyed és akarsz venni egy új egységet, akkor fel kell osztasd az egyiket, vagy ugye veszel egy üres... helyet. Na már most a lényeg a dolognak az... az upgrade, ugye itt lehet kifejleszteni az egységeket. Na most ez a legviccesebb dolog a... játékban, ez nekem rohadtul tetszik, hogy ki van találva. Látjátok ezeket a kis vonalakat? Tehát három fajta egység van. Van az Advanced, az Intermediate, igen, meg ugye a Basic. Ez ugye három különböző egység. Az a lényeg, hogy például a Basic egységek, ezek a kékek, most mondjuk így, a Basic egységeknek egy XP-jük van. Tehát mit tudom én a Spear Centurióval ki tudom húzni az összeset, ami itt van kék, érted? Mert ugyanazt az XP-t használja mindegyik. De most mit tudom én, az a Zongyuan Heavy Cavalry-vel ki tudom húzni az összeset, amit ebben a pirosban van, mert mindegyik ugyanazt az XP-t használja. Na most ugyanez van ugye a végére is, a harmadikban. Érted? Tehát, hogy tiszta kemény a dolog, ugye van négy fajta cucc, ugye van a Vej, a Shu, a Wu, ez ugye mind ilyen japán, kínai, nem tudom, meg ugye van a római, ami nem régen jelent meg, ugye a rómaiak még csak az első szárnya van, meg ugye a gyalogság, itt ugye a princepsek, hasztatuszok, légiósok, ugye kohorszok, meg ugye lesz itt majd lovasság, meg gondolom előcsatározó egységek, vagy mit tudom én, mik lesznek ezek. Még el tudom képzelni, hogy még auxiliák. De jó, mindegy, ennyit így az egységekről nagyjából, ezek is ugyanúgy működik mindegyiknél, tehát van Basic, Intermediate, itt meg Advanced XP, ja, és ezt meg hozzá kell tenni, ugye mindegyik XP-t, mindegyik XP-nek van saját játékmódja, tehát van Basic játékmód, van a másik játékmód, van a harmadik játékmód, és ugye mindegyik játékmódba X egységet tudsz bevinni, tehát mondjuk az Intermediate játékmódban nem tud bevinni a Basic egységeket, hanem oda kell egy ilyen második szintű. A speciál egységekről annyit kell tudni, ezeket, hogy goldért lehet megvenni, például... igazából ugye itt is három fajta van. Hát nem tudom, nekem annyira így nem... Ezek mondjuk nagyon jól néznek ki, meg nagyon dura páncéjuk van, de annyi goldért szerintem nem kell. Ez egy ilyen prémium egység, tehát sokkal több mindent kapsz érte, hogyha nyersz, meg izé. Nem csak, hogyha nyersz, hogyha játszol vele. Illetve vannak itt ezek a event rewardok. Ugye nem tudom, hogy ezek hogy működnek, még nem sikerült elkapnom, de elvileg 23-án lesz ilyen event, vagy mi a zsákom, aztán talán meg lehet majd szedni. Az exploitról azt kell tudni, kapsz ilyen exploit pontot. Az itt van itt a jobb felső sorokban, látjátok. Most van 1300-an belőle. Na most ezeket kapod így tök random. Tehát így jóformán minden ér. Az jössz, meg mit tudom én. És ugye ezekből a pont, hát persze nagyon lassan. Meg nagyon keveset kapsz. És ugye ahogy így eldöntheted, hogy mit akarsz ebből venni. Most mit tudom én, elkezdett fejlőzni a nadrágot, a melvértet, a... izét, a vállast, elkezdett fejleszteni a sisakokat, a fegyvereket. Nyilván én fegyvereket akarok majd. És ugye szépen mindegyiket ki tudod fejleszteni. Ezek ugye a legelitebb cuccok, tehát hogy ezek nagyon sokba is kerülnek. Ez egyébként ez a kis pont, ez az exploit pont, ez ugye duel módban nagyon durván jól jön. Igen, általában duel módban ilyenekbe harcolnak az emberek, úgyhogy kicsit gáz a dolog, de mindegy, meg lehet szokni. Ugye van egy piac, erre azt kell tudni, hogy lehet venni ilyen... ez a legjobb, egy ilyen halfejes gyász, igazából nem tudom mire jó. Tulajdonképpen szerintem semmit nem tud már, mint vannak itt ilyen kis jelek, de hogy ez mégis mi a zsákom, azt nem tudom. Ez mondjuk kifejezetten jó, ez kérdezően busójáráshoz amúgy ajánlott, vagy nem tudom, te hogy vagy ezzel.
Úgy tudja, lehet venni, mit tudom én, lósípot, ugye oda hívja a lovadat, mit tudom én, tüzes nyilat, bandást, ugye VIP kártyákat, goldér, meg minden ilyesmi. Igen, ezt megbeszéltük, ugye a fegyverek. Na most ezeket nem feltétlenül itt kell megvenni, itt inkább meg tudod nézni, hogy hogy néz az ki. Meg ilyesmi, most mit tudom én, hogyha nekem lenne egy ilyenem, akkor meg tudom nézni, hogy bázik, ez így néz ki a kezembe, ez nagyon durva. És meg tudod nézni, hogy mit kell ahhoz kifejleszteni. Ugye ide dobja neked, hogy neked azt kell megcsinálni, köcsök, hogy ez meglegyen. És igazából ennyi. Ugye van a Legion, ez olyan, mint egy klán, ugye légióhoz csatlakozni, és ad neked bónuszokat. Na most én még nem vagyok ugye légióba, úgyhogy igazából nagyon sokat nem tudok róluk beszélni. De hát, most olyan, mint egy klán. Ugye a ranking az még úgy nincs. Egyébként van ilyen ranked match is, ami ugye rangsorolja az embereket, nyilván ez nagyobb szintűnek kell lenni, meg minden ilyesmi. Ami a legérdekesebb az, hogy a karrier. Szerintem mondhatjuk így. Itt rengeteg dolog van. Úgyhogy kezdjük ezzel. Ugye itt láthatjátok, hogy level 26. Ez a kis like, ez azt jelenti, hogy csata után, hogyha te nagyon király vagy, és tetszett a csapattársaidnak, vagy az ellenségnek, amit csináltál, tudnak rád küldeni like-ot. És így tulajdonképpen így növelve az egódat, hogy te mekkora fasz a gyerek vagy. Ugye a fegyver használatot itt látjátok, nekem ugye leginkább az egykezes, illetve az I, ami most magasan van. Ugye egyre magasabb lesz lassan a lánzsa, vagy nem tudom, Polex, nevezhetjük lánzsának. Ez igazából nem érdekel senkit. Na ez az, ami a legfontosabb. Itt látjátok, hogy vannak honor pontok. Na most ez azt jelenti, most ez a Platinum, Gold, Silver, Bronze, ugye ez mind a négy egy medál fajta. Na most ezekből rengeteg van, és ugye csata közben tudsz kapni medálokat. Mindjárt erről is beszélek. A medálokért pedig kapsz honor pontot. Mindjárt erről is beszélek, jó? Tehát ennyi a lényeg. Ez ugye itt, mit tudom én, tudsz nézni ilyen dolgokat, hogy mit tudom én, 53, majd 54%-os win rate, meg 121 win, meg minden, ez tök mindegy, nem érdekel senkit. Itt a lényeg, ugye a medálok. Na már most ugye van Platinum, Gold, Silver, meg Bronz. Ugye nyilván a Bronz éri a legkevesebbet, mit tudom én, hogy ilyet kapsz, az 10 honor pontot ér, de mit tudom én, kapsz egy Platinumot, az már mondjuk 20-at, you know? Vagy mit tudom én, kapsz egy ilyet, akkor ez már 200-at, érted? De nyilván ezek a legritkábbak. És az a lényeg ebbe, hogy kapod ezeket a kis cuccokat, ugye kapsz egy honor pontot. A honor pontot tulajdonképpen szerintem nem tud elkölteni semmire, kapsz érte rewardokat. Na itt jön a leglényegesebb dolga a játéknak, ezt tegnap vettem észre egyébként, beszarsz, hogy kapsz érte ilyen rewardokat, hogy mit tudom én, 100 honor pontot eléred, akkor kapsz érte, mit tudom én, egy kis zsákot, meg mit tudom én, 200 goldot, aztán így folyamatosan jössz lejjebb. Ugye tegnap értem el az 1300-ast, a következő, hogy a 2000 honor pontnál kapok 2000 pezót, meg 1000 aranyat. Például 6800 honor a cél, ugye megkapjuk a fekete zászlót, azt rá lehet majd rakni a lóra, tudod, vagányul, és rohadt menő fog kinézni, meg 3000 goldot. Most összesen ez a gold, amit itt meg lehet szerezni csak abból, hogy honor pontokért megkapod, az nagyjából olyan 12000. Úgyhogy hát hogy egy kicsit tisztában legyetek azzal, hogy mennyi is az a 12000 goldit, amit szinte tök ingyen meg tudsz szerezni, mert csak játszani kell és kapod érte a honor pontot. Például várj egy picit, ha rámegyünk erre, tehát az a 12000 gold az majdnem 50 euró. Sőt, igazából az 50 euró fölött van, amúgy csak ez egy 15% off. Na most 50 eurónyi cuccot, hogyha megveszel, hát az ugye az sok pénz, de hogyha kifarmolod, akkor nagyon király vagy, mert mit tudom én, az a 12000 gold az majdnem egy évig tudsz VIP lenni például. Ugye? Tök ingyen, tehát tulajdonképpen csak játszottál, azt közben tudod venni magadnak a VIP-eket egyfolytába. De már most a másik lehetőség az az, hogy mit tudom én, veszel magadnak mondjuk egy ilyen csávót, érted, és akkor ebben nyomulsz, ez még rohadt jó az a páncél, tehát ez elképesztően durva. De 8000 goldot akkor sér meg szerintem, de tök mindegy. És így tulajdonképpen így ennyi. Itt amit láttok, az ugye ez a copper, ez ugye a pénz. A gold az ugye, amit kapsz. Nekem most úgy van goldom, ugye ezeket kaptam a honor pontért. Jó, meg ez nem igaz, vettem 200-at, hogy meglegyen ez a menő pajzs, de mindegy. Ugye a prestige. Ugyan beszéljünk egy kicsit a prestige-ről, hogy mi is az.
Na most, hogyha mész csatába, és te nagyon fasz a gyerek vagy, akkor kapsz érte adott mennyiségű presztízs pontot. Na most presztízsből tudsz venni hadvezért magadnak, ugye, akikről az előbb beszéltünk. Vagy esetleg ugye fel tudod használni arra, hogy mit tudom én. Neked mondjuk most van 5600 presztízsem, az azt jelenti, hogy mondjuk ezt ki tudnám itt fejleszteni. Mert ugye csak 2000 basic XP-m van, de van még presztízsem, szóval akkor ugye 3000 presztízset még hozzáadunk. De ez ugye rohadtul nem éri meg, mert a presztízs az... hát nem tudom, ilyen 80%-a kevesebb jön, mint XP már, mint egy arányaiban, úgyhogy az annyira nem éri meg. Úgyhogy azt ne követjétek el, de hogyha mondjuk megnéztek ilyen, mit tudom, ilyen nagyon menci hadvezér, az például 14000 presztízsbe kerül, ugye ez most a legdrágább, amit meg tudunk majd venni. Meg még vannak itt ugye, amik nincsenek feloldva, ezek több mint rosszul, mert rómaiak lesznek. Ugye a Primus plusz, meg ilyenek ugye rohadt nagy gladiátor. Szerintem. Na mindegy, szóval ennyi a lényeg ennek az egész dolognak. Ezek vannak itt. Itt alul, amit látok, hogy barátok, ja igen, hát ugye vannak minden nap küldetések, ugye hát tehát 10-et kapsz egy nap, és azokat, hogy megcsinálod, kapsz ért a dolgokat, nem olyan nagyokat, tehát mit tudom, 70 prestige, 6000 copper, miracle healing, ez egyébként rohadt sokat ér, mert nagyon drága cucc, ez amúgy jó. Meg kapsz egy ilyen cuccot, ami mit tudom, egy tüzes nyílhegy van, meg ilyen szarok. Menj már innen. Van time limites quest, az nem érdekel senkit. Van egy olyan növekedés, ez tök király amúgy. Ez az, hogy ugye, ahogy nől a karakteret, hogy mit tudom, érdel a 45-ös szintet, az kapsz egy ilyen kártyát, ami megváltoztatott a pofádnak a kinézetét. Borzasztóan megéri amúgy. Ugye ezek vannak készen, kapunk mindegyikért egy ilyen kardot, amit a büdös életben nem fogsz használni, annyira szart, az tök mindegy. Meg ugye kapsz például ilyen Soldier Sealt, ez azt jelenti, hogy 50%-kal több XP-t kap ugye a következő kettő győztes csatában, például lesz, hogy a hozzáadod a VIP-hez, az nem olyan rossz. Na most annyira örülök neki, hogy ez itt maradt, hogy hihetetlen, komolyan mondom. Jó. Úgyhogy nagyjából ennyi. Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mi is az a felszereléses cucc. Ugye az a lényeg, hogy fejleszted az egységeidet, most mit tudom én. Maradjunk ennél, mert ez most itt a legjobb. Még kifejleszted ezt a Janzu alabárdost. Ez azt jelenti, hogy ennek vannak cuccai. És ugye a cuccok is be vannak csillagozva, tehát egy csillag, két csillag, három. Ugye nyilván minél több csillag, annál királyabb. És még mit tudom én, ez ad neked ilyen cuccokat, ezeket meg tudod venni az egységednek, meg tudod venni saját magadnak is, hogy te ezt felszereld. De most az a lényeg, hogy a karakter felszerelés az nem függ attól, hogy te mit irányítasz. Tehát hogyha te most a római légiókat akarod irányítani, egész nyugodtan kinézhetsz úgy, mint egy, nem tudom, dalai láma, mert senkit nem fog érdekelni, vágod? Tehát itt a fő cucc az mindig azon van, hogy a játékosok ölik egymást, tehát nem azon, hogy a katonák azok csak úgy vannak, érted, meg van kit megölni, hogy kapj érte plusz cuccot, tehát igazából ennyi. És így ugye, ahogy fejleszted kifele, itt ugye meg tudod venni az egyre jobb cuccokat, ugye magadnak is, meg ugye az egységeinek is, aztán több király. Reszel most, hogy ezeket hogyan kombinálod, most mondok egy példát, például itt van ez a fejsze. Hogyha megnézed ennek ugye itt a nyele fölött, látjátok azt a kis zöld cuccot, nyele fölött kéne eltalálni a dolgokat, hogy nagyon sokat sebezzek. Na most ez például ezt tudja, de hogyha berakok mondjuk egy ilyet, ez ugye ezt a Greatsword-ot, itt például a Penguin kívül szinte bármit, vagyis a Penguin a nyelén kívül szinte bárhol eltalálom, az sebzi ugyanannyira. Na most ezeket tetszés szerint tudod válogatni, hogy melyik a jobb neked, melyik a gyorsabb, melyik sebez többet, melyik üti át a páncélt, stb. Stb. Tehát igazából ennyi. Itt láttok ilyen dolgokat. Egyébként, ugye 300 HP-ja van mindenkinek, a felszerelés súlya, az most, ahogy látjátok, az 56,7. Na most ugye ez elég komoly, nehéz gyalogos, ami most itt van. Ha megnéztek például az íjászt, az csak 43. De ez a páncél, az ugye, hogyha jól tudom, bőr. Igen, ez bőrpáncél, tehát annyira... Hát jó, még van rajta vas is, tehát nem arról van szó. Ugye... De ez nem annyira nehéz. Például a páncél súlya, az például az befolyásolja, hogy milyen gyorsan futsz, elbírja a lovad, vagy hogyha leesel a lóról, milyen gyorsan állsz fel például. Érted? Többi az annyira nem érdekel téged, mert úgyse fogod nézni soha a büdös életbe. Az a lényeg, hogy a páncéloknak három darab tulajdonsága van, igazából négy. Ugye vagy Cloth Defense, Leather Defense, Metal Defense. A Ranged Defense az tök mindegy, mert...
Hát, mert tök mindegy, na. Az a lényeg, a metál a legkirályabb, mert ugye arról le tudnak pattogni a fegyverek, és ez tényleg így van, van is egy olyan medál, meg is mutatom neked, hogy higgyél nekem. Várjál. Mik volt az? Az a platinum medál, nem? Valami ilyesmi. Nem, gold medál? Ja igen, gold. Tehát itt van például, hogy... 10-szer pattanjonra rólad egy ellenséges hadvezérnek az ütése. Ezt ugye, nem tudom, tegnap szereztem meg, azt hiszem. Ez ugye... Nyilván egy full acélpáncélban ez sokkal valószínűbb, mint mondjuk egy bőrbe. Ami így, ugye hát, ami bőrvédekezést ad, mert többet azért nem fog lepattanni. Viszont gyorsabb vagy meg ilyenek, tehát tudod, ezt lehet így kombinálgatni még így meg jobban. Itt láttak ilyen kis tucat egyébként, egy ilyen kis karaktert mellett, hogy mennyit véd az. A bizonyos dolog. Most mit tudom én, itt van ez a... Itt van ez a chest, ugye látjuk mennyit véd. Ha megnézed, itt van ez, ez egy ilyen kis egycsillagos kis hoki. Ez például ugye csak itt a... Ott a nemi szerv tájékáig véd, de mit tudom én, itt van ez, ugye ez egy... Ez klott szar, tehát ez semmit nem véd. Most itt van egy római cucc, ez ugye mindenhol véd. Egy auxiliás páncél, ez is nagyjából mindenhol. Tehát egy érted, hogy ki lehet ezt így taktikázni. Ugyanez ugye a fegyverek hosszúságára, hogy most milyen hosszú, hol kell eltaláld vele, meg minden ilyesmi. És igazából annyit beszéltem már, mint állat, úgyhogy nagyjából ennyi a játék, srácok. Ja nem, még várja, még ezekről beszéljünk egy kicsit. Command mód, ez ugye a leggyakoribb cucc, amit fogsz használni. Ugye, azt kell tudni, hogy... Hogyha te mondjuk a legdurvabb páncélba vagy, ugye az advanced egységeknek a legutolsójába, azzal is be tudsz venni basicbe, viszont az itemnek a tulajdonság, a statjai azok leesnek ugye alapszintre, tehát basic szintre, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy te most bemész kis 6-os szintű karakterrel, ha szembe jön benned egy 90-es, vagy mit tudom, hogy mennyi a max szint, ugye a legópi páncélba, annak ugyanannyi statja lesz ugye az alapszintű, attól függetlenül, hogy milyen páncélban van, viszont azt például, hogy lepattogsz róla, sokkal nagyobb, tehát, hogy... Hát, ja, igazából erre nem annyira jöttem, hogy gyerek, mi az értem, hogy én fullos páncélban bemegyek basicbe, aztán szétcsapkodok mindenkit, aki kicsi, de... Igazából mindegy. Ugye erről beszéltem, hogy basic egységeket húzol, a következő szintű egységet húzod, vagy már az utolsót. Az Epic War, az easy-be tudsz jelen pillanatban játszani normálisan, mert oda vannak játékosok. Öten vagytok. És hát most mit tudom én, jelen pillanatban Easy-ben kettő fajta Epic War van, amit meg kell, amit meg tudsz csinálni. És ugye nyilvánvalóan, ahogy teljesítesz, úgy kapsz érte dolgokat, tehát ennyire egyszerű az egész. Normálban nem nagyon van még ember, mert nem nagyon játszanak benne, vagy arra a partit kell összehívni, azt hiszem. A duel mód az ugye az... Hát, na hát az nehéz, ez maradjunk ennyibe. A Time Limited Battlefieldről meg majd fogunk csinálni valamit, mert... Megmondom nektek, a frankot ott meg én sem voltam, de annyit tudok róla, hogy ugye sokkal többet kapsz mindenért. Hát Prestige-t azt nem kapsz, tök mindegy. De, ja, meg hát ugye ez 7v7, nem 6v6, ez ugye nagyon érdekes, mert itt az összes cucc az ugye mind 6v6, ez viszont már 7v7, szóval ez nagyon érdekes. Úgyhogy, srácok, nagyjából ennyi így a garázsról, vagy nem tudom. Ezt nagyon gyorsan tüntessük el, mert nem akarok ijeszkodni most, ez sokkal jobb. Ennyit nagyjából a garázsról, ugye a pajzsról meg annyi, hogy annak is van súlya, ugye mérete, tartósága, ellenállása, meg minden ilyen szarság, tudod, ilyen dolgok. Úgyhogy szerintem nyomjuk egy csatát. Azt külön videóban fogjátok látni, hogy ez így megmaradjon nektek, mint tutoriál, hogy mi a rák is ez a játék igazából, mert... Hát ja, amúgy elég összetett így elsőre, de amúgy nagyon király, jó? Úgyhogy találkozunk a következő videóban, majd itt lesz mellette. Hát igazából vágott, tehát majd nem sokára. Jó? Úgyhogy írjátok le kommentbe, hogy ti játszotok ezzel, vagy akartok-e játszani, vagy tetszik-e nektek. Megsugom nektek, amúgy nagyon király, de... De azért kicsit tökölni kell vele, mire elérsz benne valamit. Úgyhogy ezzel van a srácok a tutoriál a Tiger Knight Empire Warhoz, remélem tetszett nektek. És ha így van, nyugodtan írjátok le nekem kommentbe, meg minden ilyesmi, és akkor nekem nagyon jó lesz vágod, úgyhogy én Tomi voltam. Sziasztok!